Üdvözlöm a ClickOut nézőit, és most természetesen a ClickOut olvasóit is, és stúdiumban üdvözlöm a klubtulajdonos Világi Oszkárt, és a ClickOut tulajdonosát, Gocon Pétert. Aktuális témákról fogunk beszélni, közéleti témákról, de természetesen a fő téma az ACS lesz. Világi úr, én kezdeném az egész műsort egy gondolattal, amit öntől lehetett olvasni, hogy volt egy olyan gondolata, hogy nem szeretne az élete során átélni háborút vagy pandémiát. Hát sajnos a pandémia az már sikerült így idézőjelben mondani. Úgyhogy a kérdést elkezdeném azzal, hogy így majd nem 2 hónap után hogy látja ezeket a dolgokat, és milyen lépéseket kellett tenni önnek úgy a cégeinél, úgy a klubnál, és ez egy ilyen általános kérdés, és aztán a Pétert megkérném, hogy ilyen gazdasági kérdésekre feltenne a Világi úrnak majd kérdéseket. Köszönöm, mindenkit üdvözlöm. Hát életemben először van egy ilyen világvírus, van szerepe, mint túlélőnek. Valójában ami meglepő az, hogy milyen gyorsan változik a világ, ugye? Egyszerűen március 13-a előtt még minden régi volt, ma meg teljesen más problémákkal küzdünk, mint akkor küzdöttünk, és ez nem egész másfél hónap alatt lett ez ennyire más. Tehát mennyire sérülékeny, mennyire sebezhető az a világ, amiben éltünk. Ha most egy kicsit lelassult a világ, minden kicsit messzebbről nézi az ember a múltat, mert ugye eltávolodtunk tőle, akkor látjuk azt, hogy mennyire egy az, hogy gyorsan éltünk, minden nap reggel 8-kor kezdtem, és este 10-ig megbeszélések. És ma, hogy az ember visszagondol, akkor azt mondja, hogy lehet, hogy ennek a nagy része az nem is volt annyira fontos, és mégis mennyi időt áldozott az ember az életéből erre. Másik ugye, hogy az emberek hogy többet vannak együtt, és akkor az emberi kapcsolatok is. Ez nekem kicsit a szocializmus éveit idézi, mikor a munka után mindenkinek volt rettenetesen sok szabad ideje. Most is így van, hogy ugye nem utazunk, nem megyünk látogatóba, nem megyünk el vendéglőbe. Így sokkal több időt töltünk együtt, a családdal, közeli emberekkel, és hát ugye ez is egy tanulság, hogy ugye lehet, hogy ennek is van egy pozitív üzenete, hogy képesek vagyunk, és hogy ezek a értékek is fontosak, és nem kell mindig rohanni, és nem kell mindig hajtani a időtelését, hogy teljen csak az idő. A gazdaságban persze, hát most ugye több fronton küzdök, mint a MOL vezetője, mint a most a Szlovnaftér is felelős vezető, és mind magánvállalkozó, mind klubtulajdonos, és minden egyéb, úgyhogy több fronton harcolok, és több fronton próbálok teljesíteni. Időm ugye úgy kezdve, reggel 9-től kezdem a napot, és délután 6-7-ig dolgozom. Ugye most ez a virtuális világ ez segít, mert léteznek olyan programok, mint ahogy most is ezt az interjút csinálni, készítsük, hogy tudunk kommunikálni. És hát rendes megbeszélések folynak ilyen formában, ahol több ember prezentál, döntések születnek. Tehát a életnek egy része az ugyanígy folyik, mint régen folyt, csak kevesebb a személyes fizikai együttlét, de ugyanúgy tudunk dolgozni. Aztán vannak olyan dolgok, amiket nem lehet ugye pótolni, de emberekkel való kapcsolat, a személyes kapcsolat, az nem pótolható ilyen virtuálisan. De, és hát vannak dolgok, amik az emberek hiányoznak. A csapósor például. Már nem mondjak. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, amik a régi világból is visszacsengnek, és akkor onnét is az ember azt mondja, hogy jó lenne, hogyha vissza tudnánk térni oda. Igen, azt bizonyíthatom én is, hogy az első kávé, amit ittam, persze otthon is ezik ember kávét, első kávé, amit ittam
kávéházba, az is csak ilyen kézbe kaptam, tiszta más érzés, de amit észrevettem szerdáján, hogy persze munkahely, még ezek a dolgok, hogy bebiztosítsa valaki a családját, az nagyon hiányzik, de előkelő helyen van a foci a szerdélyeknél, úgyhogy javarészt nem is ezek apróságok hiányoznak itt szerdán embereknek, hanem foci, úgyhogy ez is megmutatta ez az időszak azt, hogy milyen ereje van a focinak szerdán. Csak így margójára. Péter, ha megkérhetek, akkor elkezdhetnéd a kérdéseket, ami így a madártávlatból megközelítené azt, hogy közgazdás szempontjából például a világi úr cégeit mit vár, milyen jövő várja. És köszöntök mindenkit. Lehet csatlakoznák ehhez a Oszkárról által mondott gondolattal, hogy lelassult a világ. Én pont erről beszéltem múltkor a társammal is, hogy milyen jó, hogy nem kell mindent úgymondván tegnapra megcsinálni, hanem meg lehet mondjuk egy hónap múlva is. Tehát valami szempontból lehet, hogy jó ez, hogy lelassult egy kicsit ez a világ. De viszont gazdaságilag ennek lesznek még úgy gondolom kihatásai. És hogy érintette a MOL cégcsoportot ez az egész krízis? Persze lássuk, hogy a kőolajárok zuhannak lefelé, ez mind a MOL-nak ez negatív vagy pozitív dolog, mint olajfinomító? Hát a MOL-nak két ugye, fő tevékenysége, egyik az úgynevezett upstream, ez a kitermelés, kőolajkitermelés és gázkitermelés, és a downstream, ez pedig a termékek gyártása, ebbe tartozik az üzemanyag is, ebbe tartoznak a poliol, polipropilén és a polietilén, tehát a kémiai, vegyipari termékek. És hát a alacsony olajár, ez bántja, tehát negatív eredményhez vezet a kitermelésben, viszont a vegyiparban ez alacsonyabb bekerülési költséggel tudunk előállítani a vegyipari terméket, tehát ott az meg pozitívan van. Úgyhogy ezzel összességében a MOL csoportot, minden kőolaj finomító céget, vagy kőolaj kitermelő céget vegyesen érinti, tehát van egy része, ahol egyik szemünk fír, másik szemünk nevet, képetesen mondva, de értelemszerűen csökkentek a fogyasztások. Fogyasztás csökkent, ami azt jelenti, hogy keveset adunk el a termékeinkből, és ugye, ami pedig növekszik most a Szlovákiában, főleg ezek a nem üzemanyag jellegű termékek eladása a shopból, az üzletekből, a kioszkokból, amit a vezzikutakon működtetünk, ott viszont azzal, hogy vasárnap nincs nyitva a tartása, ilyen üzleteknek ez megnőtt, tehát ott a tavalyi évi forgalom fölött vagyunk jóval, úgyhogy van, ahol pozitív, van, ahol negatív, de összességében természetesen nem olyan év, mint amilyen tavaly volt, tehát sokkal gyöngébbek az eredmények. Gondolom, a élelmiszeripari cégeket ez most átmenetileg pozitívan érintette első egy-két hónap, tehát emberek nagyba úgy vásárolták fel a élelmiszert, mintha a világ vége lett volna. Igen, tehát az élelmiszeriparban ugye ott fogyasztás az növekszik, az ember többet vásárol, mert a határok lezártsága miatt is kevesebb külföldi termék kerül be Szlovákiába, ami azért jó, hogy az emberek most már ilyen össze tudják hasonlítani, hogy a külföldi termék, hazai terméknek az ízvilágát, meg a élményt, amit nyújtanak a fogyasztás közben. Remélhetőleg sokan megértik azt, hogy a hazai termékeknek tényleg van jelentősége, és nem csak ízvilágban, de egészség szempontjából is. Pontosan ebben a világban, ahol a higiéniának ugye az, hogy minden zárciklusban történjen, minden kevesebb legyen lehetőség annak, hogy megfertőződjön valami. Nagy jelentősége vannak, hogy itt gyártsuk Dunaszerdán, mint az, hogy a Spanyolországból szállítsuk, és ide kerül a kószútat tesz meg, és sok-sok kézen keresztül megy a húsáru, vagy akár a másfajta élelmiszerek. Úgyhogy ilyen értelemben remélhetőleg az emberek meg fogják szeretni, vagy tovább is támogatni fogják a hazai terméket, azzal, hogy vásárolják.
Aztán persze vannak olyan vállalkozások, ahol szintén áll, ugye a foci ilyen, ugye a hotel, az élelmiszer üzletek, ugye az mind olyan terület, ahol nem is élelmiszerüzletek, hanem étterem, ahol ez a dolog, ez látható, ez fájdalmas. Úgyhogy van jó is, meg rossz is a vegyestán. De hát ilyen az élet, az mondom, mindenkinek hasonló, mindenkinek a nehézségei ebből a vírusból, tehát mindenkit korlátozott ez a járvány. Jó van. Lehet, hogy áttérhetnénk a DAC-nak a gazdasági szempontjából, hogy érinti az egész koronavírus a DAC-nak a finanszírozását. Gondolom egy főbevétel, egy része bevételnek biztos a nézők, ami most sajnos elmarad, még ha újra startol a liga is, akkor úgy néz ki, hogy minimum szeptemberig biztos nem lesznek nézők. Biztos sok nézőt érdekel, hogy a bérletek szempontjából van-e valami elképzelése a klubnak, hogy fogják ezt majd orvosolni, vagy hogy lesz ez ebben, hogy lesz tovább? Hát tudnak, ugye igazából ma nincs bevétele, tehát ami a várostól érkezik támogatás, az egyedüli olyan, ami külső forrás, a többi az mind belső forrás. De a költségvetéssel tudnak, az valamennyivel csökkent azzal, hogy most ugye a játékosokkal megegyeztünk a fizetések 40%-os csökkentésébe, de ez még nem jelenti azt, hogy ez se végleges, mert ugye ott is ez még nem végleges egyességben értemben, nem, hogy még maga a csökkentés az még nem jelenti azt, hogy a végleges budgetja tudnak ez, a végleges költségvetéssel tudnak ez kevesebb lesz, mint amit terveztünk, mert még előttünk van több hónap. És ilyen értelemben hát ez nem egyszerű helyzet, hogyha többször mondtam, mennyi költségvetéssel tudnak, hogyha most azt ugye, ahogy elosztjuk 12-vel, és elkezdünk így gondolkodni, akkor látjuk, hogy havonta körülbelül mekkora merítést kell az embernek bebiztosítani ahhoz, hogy a klub tudja működni. És hát a bérletek az egy kérdés persze, de most azért sokkal komolyabb kérdésekkel foglalkozok, mint az, hogy a bérletekkel mi legyen. Az egyik dolog, a másik pedig az, hogy... Az biztos, de biztos, hogy embereket is érdekli, sokan kérdezték tőlem is ezt a kérdést, hogy mi lesz. Hát ugye, ember, én most majd biztos, hogy állásfoglalom, hogy jövünk valami megoldásokkal, de azért tényleg azt kell tudni, hogy az, hogy most nem lett a szezon, még nincs befejezve, vagy nem lesz befejezve, kérdés, hogy csak lesz fel. De valószínűleg, ha lesz fejezve, akkor is nézők nélkül lesz. Azért ez nem a mi hibánk, tehát nem a klubnak a hibája. Tehát mi is ennek szenvedő anyai vagyunk. És ugye tehát a nézőknek is meg kell érteni azt, hogy nem vagyunk egy könnyű gazdasági helyzetben, hogy biztos, hogy az embereknek fontos az, hogy az a 5 meccs, ami ugye otthon lett volna, az most megtörténik, megtartódik-e, vagy nem, és a életet ez érinti, de ugye azért mindenki látja, hogy ettől azért sokkal komolyabb problémákkal küzdünk, mint az, hogy most 5 meccsnek a belépő jegyértékére milyen megoldást fogunk hozni. Azért szerintem azért tudatosítani kell, hogy ez a klub, hogy így van, és létezik, és működik, az egy nagyon sok és kemény áldozatot követel tőlem is, meg a vállalkozásaimtól is, meg mindentől. Tehát én azért szeretném azt mondani, hogy az embernek tudatosítani kell, hogy ez a foci, hogy itt van, így van, és így működik itt, és ilyen körülmények között, az rettentősök beruházást és anyagiakat igényelt, és nem hiszem, hogy nekünk arra kellene játszanunk, hogy a bérletekkel mi lesz. Tehát ha Nagyszombatban meccset szerveznek, virtuális meccset szerveznek, hogy segítsék a klubot. Tehát a szurkolói hozzáállásnak én szerintem az is, a klubhűségnek az is a része, hogy nehéz időben klub mellett állok, és jó időben meg élvezem a klubnak a sikereit, és mellett egyet, de rossz időket is át kell élni együtt, tehát
Tehát ez a kérdés, hogy most ezt kellene oldalom, ezt kicsit... Jó, ezt lényegében csak ilyen praktikus kérdés volt. Hát, praktikus, de nem tudom még. Mert attól függvénye, hogy olyan fogunk eljárni, az annak is függvénye, befejezik a szezon, nem, és mikor kezdődik első szezon, mikor fogunk tudni nézők előtt játszani, ez is egy kérdés. Lehet, hogy ebben az évben egyáltalán nem, tehát azért van sok kérdője még egynek. Igen, itt a kérdőjelek, ugye a klubunkot, ez a sportszakmai döntésekben befolyásolja a koronavíruson. Koronavírus mellett az is, hogy mit dönt a UEFA, és mit döntött a foci, Szlovák Foci Szövetség. Ugye a UEFA a egyes nemzeti szövetségre hatta a döntést, és ahogy néztük tegnap, akkor azt hiszem május 25-ig le kell adni a szlováknak a UEFA-ba azt, hogy hogyan döntöttek a bajnokságról. Na most ennek van két része egésznek, sport része, hogy mi lenne jó, milyen verzió, ön beszélt már a sportban is egy pár vízióról, hogy képzelne el a folytatást, és van egy gazdasági része is a dolognak, ami valamilyen módon össze is függ, de próbáljunk először a sport szempontjából ránézni, hogy a bajnokság folytatása milyen módon lenne ön szerint a legjobb. Valamilyen módon már reflektált rá, de a tegnapi döntés után, illetve milyen volt a tegnapi beszélgetés során a hangulat, milyen a hangulat, mennyire különböznek a vélemények a klub tulajdonosok között például. Én szerintem mindenki tevékenységbe hasonlóan látja a helyzetet, tehát az, hogy nem tudnánk folytatni a bajnokságot, mert a jogi szabályozás az tiltja az edzést, tiltja a futball mérkőzéseket, lefolytatását is. Tehát ilyen értelemben mi nem tudnánk, ha akar dönteni, nem tudnánk játszani. És azért most azt mondjuk, hogy várjuk meg május végét, és akkor május végén fogunk tudni állásfoglalni annak tükrében, hogy milyen a jogi szabályozás Szlovákiában. Azért tudni kell, hogy a játékosok annak ennél egyénileg edzőnek, az egyéni edzés az nem azt jelenti, hogy teljesen készen vannak arra, hogy bajnokságot játszanak. Tehát ahhoz, hogy visszajöjjenek a játékba, biztos, hogy minimum kettőre, optimális esetben egy hónap kellene, de mondjuk egyik a kettő között 3 hét kell. Ugye, hogyha a szigorítások fennmaradnak május végéig, valamikor június végén tudnánk elkezdeni a bajnokságot, és akkor kérdés az, hogy mikor kezdik az új bajnokságot. És mikor kezdődnek az Európa Liga selejtező mérkőzései. Hogyha elkezdünk számolni, akkor valószínűleg ott nem jönnek ki a számok. Tehát lehetséges az, hogy május 25-én még ha játszani akarnánk is, akkor se tudnánk játszani, mert nem jönnek az idők, időhatárok nem. Persze lehetne mondani azt, hogy játszunk hetente 2 meccset, és akkor le tudnánk ezt a 10 meccset, ami még hátra van, ezt le tudnánk játszani. Nem tudom elképzelni, hogy heti 2 meccsel elkezdjünk egy Európa Liga selejtezőt, és utána rögtön folyamatosan elkezdjünk egy új bajnokságot. Szerintem játékosok erre nincsenek felkészülve. De nincs egy csapatos, nincsenek felkészülve. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ma mindenki azt látja, hogy május 20-én lesz egy döntés, de az emberek, a kultúrgyonosok nagy része afelé hajlik, hogyha nem fognak változni a körülmények, ha nem vesznek egyéb más tényezők, akkor ne fejezzük be eddig bajnokságot. Nincsenek szoros de eléggé adott a dolog az első 3 esetében, és a 3. és a 4. között is nagy a pontkülönbség. Én nem hiszem, hogy ez most egy ilyen sportszerűtlen lenne teljesen, hogyha most így befejeznénk, és annak tükrében, hogy mindenki mindenkivel játszott. Tehát egy komplet forduló mögöttünk van. Tehát... De mondom, 25-én fogjuk a végső döntés, meg 26-én, tehát május vége felé fogjuk meghozni a döntés, annak tükrében, hogy akkor már hogyan fog intézkedni a tréningek, a edzések lehetőségek kapcsán is, és aztán utána eldöntjük. És ha jól értem, akkor maga inkább afelé hajlik, hogy fejezzük be ezt a idényt már így, ahogy... Hát most van egy ilyen B-variáció, ami még itt felvetődött, úgyhogy
Hagyjuk azt, hogy mi lesz a május 25-ig, és akkor meglátjuk, hogy hogyan fogjuk befejezni. Van egy olyan elképzelés, hogy befejezni a bajnokságot, de nem 10 meccsen, hanem csak 5 meccsen, tehát lejátszani 5 meccset valamikor júliusban, és akkor ez még hozzászámítodna a pontokhoz. De már tessé lenne egy reguláris bajnokság, tehát akkor is már ugye mindenki, aki egy meccset játszanánk, és nem oda-vissza, akkor egy otthon játszana, a másik meg kint játszana, tehát idegenben játszana, úgyhogy az se lenne reguláris bajnokság. Tehát én azt gondolom, hogy várjuk meg ezt a május végét, akkor lesz egy első döntés. Úgy néz ki, ahogy néztem, hogy a UEFA mit rót fel a belgáknak, és tulajdonképpen ez volt a szlovák hokiba is, hogy menet közben, de fociba, ahogy ön mondja, ha alapszakasz után döntenének, akkor az regulális lenne, mert mindenki mindenkivel játszott. Így gondolta, hogy alap 22 kör után lezárni? Igen, hát most lejátszott mindenki, mindenki játszott mindenkivel, lejátszás kellett van kezdenünk, hát most lezárnak, akkor is egy sport szempontból egy igazságos sorozat azzal, hogy mindenki mindenkivel játszott. Most egy kérdés, most annak ellenére, hogy nem lesz Európa-bajnokság, azért a naptár nagyon-nagyon szoros lesz, telítve lesz. A tegnapi beszélgetésen biztos megnyitották azt a témát is, hogy a szlovákok eleve hamarabb kezdnek az Európa-liga fázisában is, és a Bajnokok-liga fázisában is. Ezt hogy képzeli el például a Szlovák Foci Szövetség? Ugye még azt mondjuk, hogy a negyedik résztvevőt azt a kupába kellene, hogy kijöjjön, és még az UEFA-tól várjuk azt, hogy az UEFA megmondja, hogy mikor lesznek a selejtezők, Európa Liga selejtezők, és annak tükrében tudjuk azt mondani, hogy mikor kellene játszani a kupát. A kupa azért lenne érdekes, ugye, mert az a negyedik résztvevő, ha nem tudjuk befejezni a kupát, akkor valamilyen megoldást kell találni, hogy hogyan válaszoljuk ki a negyedik részvevőt. És annak is van több elképzelés, hogy hogyan lehetne kiválasztani, hogy most egy negyedik lenne, ugye, akkor lenne egy olyan variáció, hogy az elmúlt évek koeficiense alapján azzal, hogy aki első háromban, az már nem lenne részt ebben a versenyben, és aztán lehetne hogy Szlovák kupa, hogy az a négy csapat, amely most ugye bent maradt, akkor abból lenne kiválasztva olyan elvek alapján, hogy aki első kettő háromban, az már nem, és akkor maradna kettő, ugye, és akkor a kettő közül az, amelyiknek magasabb a koeficiense, eddig a nemzetközi szereplése, és akkor így lehetne ez kiválasztani a kupa a negyedik részre, de mondom, ez rettentő sok elképzelés van, elmélet van, meg mindenféle megoldási javaslat, majd ki fog derülni, hogy melyiket válasz a futballszövetség, mert a kupa az a futballszövetségnek a fennhatóság alá tartozik, ugye a bajnokság az pedig a Unia Ligovi Klub, tehát a klubok egyesületeinek a jogkörében van. Tehát valamilyen megoldásra fognak születni. Én azt gondolom, hogy a bajnokságot meg hát hogyha el lehet kezdeni az edzéseket, még hogyha megkötött formában is, tehát úgy, hogy nem tudunk 11-11-en játszani az edzésen, hanem ilyen kisebb csoportokba kell edzeni, akkor valószínűleg június első hetében, vagy június második hetében szeretnénk kezdeni, ami azt jelenti, hogy valamikor július közepére mi készen lennénk arra, hogy tudjunk játszani, és akkor kellene egy döntés, hogy most július végén, vagy pedig augusztus elején kezdődne a bajnokság, de még ebből beleszólhat UEFA, aki mondhatja azt, hogy például Hollandiában azt döntötték, hogy szeptember 1-e előtt nem lehet futballmeccs. Ami a nézőket illeti, illetve a lelátókat, szó volt arról a verzióról is, hogy milyen módon lebonyolítani azt, hogy visszakerüljenek a nézők a lelátókra, mert hát ahogy olvasom a stábot,
és azt hiszem az ÖFZ-nek is van már egy koronavírusos stáb, krízistáb. Ha megnyitják a nézőknek, azt most úgy képzeljük el, volt már ötlet, hogy hogyan, hogy tele lesz a stadion, vagy maradnak azt, hogy például minden harmadik vagy negyedik egyet adják el, szóval limitálva lesz. Volt erről is, hogy milyen módon kezdődne el a jegyek árusítása? Nem volt még erről szó, hogy ez annak függvénye annak, hogy miért a koronavírussal. Hát én azt gondolom, amíg nem lesz meg az ellenszer, addig az, hogy korlátozás nélküli meccsek nem lesznek. Tehát mindig ezt valami korlát. Vagy ez, amit előbb mondott, hogy valami, vagy pedig valami tesztek. Tehát azt a világot kell majd összerakni, mert az is lehet, hogy nem lesz ellenszer. Tehát még az sem biztos, hogy lesz, mindenki azt mondja, hogy lesz, de hát még nincs. És tehát akkor is lesz egy világ. Tehát elképzelhet. A módja, de valószínűleg addig, amíg nem lesz garancia arra, hogy ilyen biztonsági előírások tömkelegét kell majd valószínűleg klubodnak teljesíteni ahhoz, hogy egy ilyen meccset lejátszasson nézőkkel, akkor ez biztos, hogy költséges is lesz, meg biztos, hogy nem egy olyan meccset, mint amit utoljára játszottunk valamikor március 13-a előtt a nagy szombattal, ugye hát egyébként. Tehát logikus az a képlet, hogy nem azonnal telt házakkal nálunk, hanem egy olyan limitált nézőszámmal kezdenénk. Igen. Valószínűleg, hogy ez lesz a megoldás, hogy lesznek valami megkötések is. De hát ugye ott sincs száz. Tehát azt mondom, hogy ez valószínűleg május végén, június elején jobban látjuk azt, hogy ez a vírus, hogy mennyire húzódik vissza nyáron, mennyire ez a meleg tényleg vissza, mert és azon lehet, hogy már segít azon. Viszont az is lesz, hogy a Európa Liga meccseken, tehát az utaztatás, hogy a nézők, hogy elmenni a szurkolók a csapattal, biztos, hogy korlátozott lesz, mert az biztos, hogy ott vigyázni fog mindenki. Ha még hogy a nézők előtt is lennék ezek a meccsek, akkor is korlátoznák a utazását a vendégcsapat szurkolóinak. Világűrön előző beszélgetésében feltárt egy pár témát, ami tulajdonképpen köthetném a olyan bajnoksághoz, mint a NHL, az amerikai NHL, ahol volt ez a játékosok fizetésének határa, szlovákul azt mondják, strop. Szóval ezt tud nálunk is bevezetni, és ezekben a bajnokságban van egy pár jó dolog, talán az is jó lenne, ha most úgy alapba a focit, a szlovák focit, a bajnokságot, ha maradunk a szlovák bajnokságnál, még nem beszélünk a nemzetközi verzióról, amiről beszélünk később. Ha marad a szlovák bajnokság, akkor például olyan dolgokat is, hogy átvenni azt a modellt, ami NHL-ben van, hogy a játékvezetők például teljesen profik legyenek, legalább első ligába, ahol licencióra működnek, és van, szóval egyszerűen jogi követelmények is jöhetnek azután, ha valami olyan történik, ami a jog ellen van. Szóval NHL így működik. Fel lehet tárni ezeket a kérdéseket is például, egy pár dolgot átvenni ezekből a bajnokságból, amit működnek gazdasági szempontból is. Hát ugye az, hogy játékos fizetéseknek a felső határán megszabása, ez UEFA, mint FIFA döntéseket feltételezne, ugye, és mi azt gondoljuk, hogy én azt gondolom, hogy ennek meg kell majd születnie, mert a focit azért nagyon megviselte az, hogy rettentő magas fizetések voltak a játékosoknál. Ugye most sok játékosnál látjuk, hogy a szolidaritás a klub felé is a magas, mert sokan azt mondják, nem mondunk le a fizetésünkről. Játszhatnánk, nem tudunk játszani, de azért fizetést kapjunk, és ugye ott, amik a társadalomnak a nagy része ugye megszólítások alatt él, ennek ellenére focisták ezt nem így érzik, néhány focista ezt nem így érzik. Tehát azt gondolom, hogy itt is érdemesen rendet csinálni, nem hiszem azt, hogy valakinek percenként kell milliókat keresnie, akár meg kell a tehetség is. Az is biztos, hogy ez a világ, ami volt, ugye az egyemítette a szakadékot a nagy klubok és a kis klubok között, ami szintén nem tartok jónak, mert én azt gondolom, hogy
hogyha annak a pénznek egy része, ami a nagy foci körül, a nagy klubok körül forog, visszaáramlott volna a kisebb klubokhoz, akkor itt is lehetne magasabb színvonalú bajnokságot játszani. Játékosok játszanák ezt a bajnokságot, jobb meccseken küzdenének, és biztos, hogy jobbat tenne a focinak, és a foci népszerűsítésének is jobbat tenni. Hát azt mondom, hogy ez, ami volt, ez a úgynevezett szabályzatlan világ, ezt én szerintem érdemesen megszabályozni. Ez egyik. Másik az, hogy a professzionalizmus, a bírók ma is, ma Szlovákiában szóval 8 vagy 9 profi bíró van, akik munkaviszonyban vannak a szöfözővel, és ő fizeti őket, és ez a főállásuk, más állásuk nincs. Tehát két éve vezettük be, ez ma is így van, tehát azokat a meccseket, a fő meccseket olyan bíró fújják, akik főállásba bíró. Tehát az a foglalkozásuk, hogy bíró, és azt azért a havi fizetést. Úgyhogy ez működik Szlovákiában. És a harmadik pedig ugye az, hogy a harmadik problémakör, ami van, az, hogy a Szlovákiában a klubok nagy része ugye egy eléggé anyagilag ki van szolgáltatva a tulajdonosoknak a anyagi helyzetének, anyagi képességének, ami nem jó, mert a többi bajnokságban itt vannak egyéb bevételek, főleg a tévébevételek, gondolok, és ez nem csak Angliára vonatkozik, hanem vonatkozik Magyarországra, Lengyelországra, Csehországra és Ausztriára, és Szlovákiában viszont ez így évtizedek óta ez egy teljesen elhanyagolt téma. Tehát a szlovák foci az pénzügyileg egy alultáplált foci összevetve a környező bajnoksággal. És akkor ez a válság, ami most jön, ez lehet, hogy azt is eredményezi, hogy nem minden klubnak lesz képessége arra, hogy profi klubként működjön. Tehát nem lesz pénze arra, fizesse a játékosait, profi szerződéset kössön a játékosokkal, hanem sokan azt fogják mondani, hogy igen, én amatőr klubként akarok tevékenykedni, tehát nem kötök profi szerződéseket, és ez valószínűleg ketté fogja szakítani a ligát, hogyha ez bekövetkezik, mert lesznek klubok, amelyek profiként klubként akarnak működni, aztán lesznek klubok, akik profiként szeretnének működni, nem tudnak, mert nincs anyagiuk, és aztán lesznek olyanok, akik azt gondolják, hogy végül is amatőr szinten is lehet focit játszani, és ebből egy óriási probléma fog kialakulni, mert az a színvonalára fog, a bajnokság színvonalára fog kihatással lenni. Tehát én azt gondolom, hogy itt sok mindent még kell beszélnünk klub szinten, a többi klub, a klubok egyesületének szintjén, hogy ezeket a problémákat végigbeszéljük. Én annak a híva vagyok, hogy mindenképpen egy profi bajnokságot kell tovább működtetni Szlovákiában, hogyha szlovák bajnokságra beszélünk, és annak meg kell találni a forrásait, és ezt a forrásnak egy részét valószínűleg a TV-oknál kell keresni, ebben valószínűleg az államnak be kell számolni, mert hogy a legpotenciálisabb bevője a TV-oknak az állami tévé. Állami tévé most 180 ezer eurót fizet az összes bajnokság, az egész bajnokság összes által a sugárzott meccséért, ami egy meccse kivetít a kb. 6000-5000 eurós költség, és mindig azt mondom, hogy nincs olyan műsor, még esti mesét beleértve se a szlovák tévébe, amit 5000 euróból állítanak elő, 90 perces műsor, úgyhogy még reklámok is vannak, tehát bevétele is van belőle, nem is kevés, és ez teljesen unfair megoldás, hogy ezért fizet 180000 eurót, tehát 30 meccsért. Még annyit kérdeznék, bocsánat, ezzel kapcsolatban, hogy nem fogjuk szűkíteni a első ligát, mert úgy látszik, hogy nehéz lesz találni 12 profi csapatot a koronavírus után, tehát nincs ez fent, hogy szűkítve lesz a bajnokság. Hát szerintem lehet, de meddig lehet, hogy most 60 nem tudjuk leszűkíteni, 8-ra sem kellene, 10-re, de most van között mondva 10 vagy 12, tehát akkor inkább 12, de persze ez annak a függvénye lesz, hogy a klubok hogy fognak állni. Tehát látható, hogy néhány klubnak komoly problémái vannak már most is, ez még csak ez probléma eleje, és hogyha nézők nélkül kell játszani még év végéig, és nincs semmi bevétel a klubnak, akkor ez tudom elképzelni, hogy ez működőképes focim lesz itt. Ezért mondtam azt, hogy ki kellene lépni, hogy kellene egy UEFA-nak ezt, és ez nem csak szlovákiai probléma, mert
mert mindenhol vannak olyan csapatok, akik anyagi nehézségekbe kerültek, amiatt, hogy ez a vírus van, és nincsenek nézők. És néhány bajnokságban ez mondjuk a kluboknak az egyharmada. Tehát a Belgiumban is ment tönkre múlt héten, vagy két héttel ezelőtt egy klub, és Csehországban is arról írnak, hogy a klubok egy részén már nincsen jövedelme, nem tudnak ugye gazdaságilag egyensúlyban maradni, és így tovább, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy az UEFA-nak ezt a problémát, ezt komolyan kellene venni, és egy olyan megoldásra jönni, hogy tudjunk játszani akár több ország közös bajnokságot, több ország csapatai közös bajnokságot. Most, hogy erre UEFA azt az én értesülőkém szerint ezt felvetették ezt, és beszélnek róla, valamilyen szinten indul egy szakmai megvitatása a kérdésnek, meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége, de én azt gondolom, hogy a közép-európai fociból, hogyha nagy focit akarunk csinálni, és arra van képessége a közép-európai futballnak, akkor ami hiányzik itt az elsősorban a anyagi háttere ennek a régiós bajnokságoknak, és hogyha ezt át tudnánk lépni, mint egy három ország bajnokságát tudnánk összehozni, akkor valószínűleg a marketingbevételek, a TV-jók és a mérkőzésnek a színvonal is magasabb lenne, tehát sokkal játékosok is sokkal gyorsabban és láthatóbban fejlődnének. Tehát ez mindenki nyerne rajta, és valószínűleg a népszerűsége a focinak is erősödne, mivel hogy most mondjuk egy ilyen példát, hogyha játszana a Fradi meg a Slovan, valószínűleg Szenicáról is, meg Beszerceványáról is jönnek nézők megnézni azt a meccset. Tehát ez nem csak egy ilyen egyszerű liga meccs lenne, hanem mindegyik ilyen meccsnek lenne valószínűleg egy erős érzelmi töltete is. Ugye az elmutató mondjuk egy Sparta-Slovan, vagy egy Sparta-Dac meccs. Tehát én azt gondolom, hogy ezért kellene jobban végig gondolni UEFA részéről, ez nem egy kis dolog, de hosszú távon lényegesen meghatározza a focinak a helyzet. Én még ezzel kapcsolatban kérdeznék egy olyat, hogy a cseh és a magyar tulajdonosok mennyire hajlanak ilyen közös ligákhoz, vagy közös ligához? Biztos beszélt tulajdonosokkal elől, tehát mennyire vannak ilyen, mondjuk Sparta tulajdonosa, vagy a Fradi tulajdonosa hajlamos ilyen közös ligához felé lépéseket megtenni? Én szerintem első lépés, ha megengedjenek a jogi keretet, tehát a UEFA-nak kell azt mondani, hogy ez létezik, ez a megoldás. Szóval ez van, utána már kezdődnek a megbeszélések, aki kivel tudna összeválni. De én szerintem minden tulajdonos, aki a focit átlátja, akkor azt gondolom, hogy ezt pozitívan fogadná, mert itt nincs, ha a szabályozási rendszer, tehát az, hogy ne vesz el az ott ország, csak ne vesz el a kultáját Európa, kupa szereplésben, vagy a legmagasabban bézett ország, azon országból élő csapat, amely a bajnokságban sem bíz. Ő indulna a bajnok ligájába. Tehát az nem, ország nem vesztenék el a jogaikat arra, azokat a jogokat, ami eddig az ő országokat illette meg, akkor én szerintem ez csak pozitívummal járna mindenkinek. Tehát, és nem lehetne ezt megoldani valahogy úgy, hogy a alapszakaszok ott, mint nálunk van, mondjuk lejátszanák a saját országukba, és lenne egy playoff, ami nemzetközi szinten lenne, úgy mondva. Hát ez is lehetséges lenne, de én szerintem, tehát most, hogyha nézzük a bajnokságot a Szlovákiában, hogyha most, tehát nem találunk mondjuk 6 olyan csapat, aki egy ilyen bajnokság meg tudna jelenni, egy magasabb költségű bajnokság is, mert ugye utazni is kellene. Tehát hogyha mondjuk lenne 6 vagy 4, ami a valószínűbb szám, akkor a maradék csapatok, akik játszanának a úgynevezett országos NB1-be, azok is kb. Anyagilag ugye ott vannak, hogy azt képesse csak játszani. Tehát egy mai egy olyan NB1, ahol alacsonyabb költségvetésű csapatok vannak, az kb. 600 és 1 millió eurós költségvetési klubokat feltételez. Na most a szlovák NB1 csapatainak nagy része, biztos több mint az egyharmada,
az, annak nincs magasabb költségvetése, mint 1 millió. Tehát én szerintem az a bajnokság, az nem lenne se rosszabb, se jobb annál, ami most van, kivéve az, hogy a bajnokság négy csapata, azok egy jobb meccsek, egy jobb ellenfelekkel nagyobb meccseket játszanának, ahova sok szurkoló utazna megnézni, és így a focinak a népszerűsége is sokkal magasabb lenne, sokkal jobb lenne, és sokkal több ember járna focira szerintem akkor, mint most, amikor van egy olyan mérkőzés, amikor most nem akar megnevetni, csak ott, hogy játszik két a táblázat alsó részén lévő csapat, és akkor van 150 vagy 200 néző. Hát akkor valószínűleg ezt a 150-200 néző kimegy akkor is, hogyha azt nem a NB1-nek fogják hívni, hanem NB2-nek, vagy azt fogják mondani, hogy ez a szlovák NB1, akkor is kimegy a 150-200 ember, mert ott helyszinten megnézi a focit, meg érdeklődött a focit. Következő téma akkor legyen a DAC, és konkrétabban beszélünk arról, hogy ezek a enyhítések mit hoztak. Ugye látjuk a híreket, meg a képeket, hogy valamilyen módon eznek a srácok. Tudjuk arról, hogy tárgyaltak a játékosokkal a fizetéssel kapcsolatosan. Hogy néz ki a keret, mennyire változott, és mennyire akarnak változtatni a új helyzetbe ezen, illetve a stábbal, beleértve edzőt is. Hát ugye nekem még az átigazolási időszak még csak ezután lesz, tehát a keret ugyanaz, ami eddig volt. A játékosok, akik szlovákok, azok Szlovákiában vannak, akik Európa Unión belüliek, azok hazamentek, és aki nem Európa Unión belüli, azok pedig itt vannak a Dunaszerdáján. Tehát a keret így dolgozik, és mindenki van egyéni terve, akik itt van a Dunaszerdáján, azok is edzenek itt a pályán, kisebb csoportokban. Úgyhogy most itt tartunk. Aztán ha elindul a változási időszak, akkor biztos, hogy lesznek változások a keretben, vannak ilyen lejáró szerződések. Meg hát gondolom, hogy csapatot ugye erősíteni is kell, meg lesznek önök, akik lesz érdeklődés. Nem tudom most belőni azt, hogy most ez a krízis ez mennyire fogja megváltoztatni az átigazolási időszakban a kedvet, a játékos vásárlása, vagy a játékos eladása, de én azt gondolom, hogy ugye, ha hátulról nézzük, valószínűleg sokkal több játékos lesz elérhető, megvehető, mint eddig, mert hisz nagyon sok nagy klub meg fog szabadulni a játékosaitól. A játékos egy részétől gondolok itt olasz klubokra, de gondolom, hogy ez adott lesz a belga kluboknál is, úgyhogy én azt gondolom, hogy lesz lehetőség valószínűleg jó képességű játékosokkal tárgyalni. Úgyhogy a scoutingot azt folytatjuk, csináljuk, és készülünk arra, hogyha megindul a piac, akkor mi is keressük azokat, akik érdekelnének. Nem akarok változtatni azon filozófián, hogy fiatal játékosokkal akarok játszani, tehát azt jelenti inkább fiatal tehetségre fogunk összpontosítani, akik a potenciált látunk jövőre nézve. Nem gondolom, hogy ez a 20-21-es bajnokság, ez egy jó bajnokság lesz, mert még nézők hiánya miatt is, meg egyéb mások miatt is, mondom, egy ilyen provizorikus bajnokság, de 21-22-ben már mondom, hogy rendben lesz minden, és akkor már igazi bajnokság fogunk játszani. És arra fel kell készülni, úgyhogy az a célom, hogyha lesz átigazolási időszak, és hogyha lesznek jó képességű játékosok piacon, akkor megpróbálunk szerezni, venni, de azon túl a mostani keret az, ami a nagy részében a gerincét fogja adni a következő szezon csapatának, tacának. Edzői stáb? Hát minden most túl maga útján megy minden, úgy, hogy eddig elkezdtük ezt a szezont, tehát neki végzi mindenki abban a státuszban, ami eddig volt, és várjuk azt, hogy eldől az, hogy a bajnokság hogyan lesz befejezve, vannak a függvényével lesznek aztán kérdezik döntés. Jó, Világi úr, valami, ugye gondolkodunk most napi problémákról is, amit hozott ez a koronavírus, egy ilyen vízió, hogy mi vár minket
mi jár a fejében, mi vár minket a következő hónapokban, években, mire összpontosítsunk, és valamilyen üzenet a adatközegnek is természetesen jó lenne, ha megszólalna öntől. Ez is szerintem abból kell kiindulni, hogy az a világ, ami volt, az már valószínűleg nem lesz. Vagy nem lesz nagyon, tehát ugyanolyan biztos nem lesz, és a módosítások mértéke az a kérdés, hogy milyen lesz. Tehát a fociban ugyanez lesz várható, és most ebben a helyzetben el kell készülni, hogy ebben mi győztesen kerüljünk ki. Tehát azt gondolom, hogy azt, amit elkezdtünk az akadémiával, azt magasabb szinten úgy folytatni kell. Én szerintem ez a válság mutatta, milyen fontos a digitalizáció, milyen szerepe van. Azt gondolom, adatoknak, adatokkal a munka az erősödni fog, ebben most dolgozunk a DAC-on belül, hogy olyan programot vezessünk be, amely méri a teljesítményeit a játékosoknak, taktikai tanácsokat adhat az edzőknek, tehát bepróbáljuk azt a virtuális világ, adatbázisos világból áthozni tudást a DAC-ba, és ez most erre van idő, meg most ugye tudunk ezzel foglalkozni, mert hisz sok a szabad kapacitás a kollégáknak, akik a DAC-ba dolgoznak. Tehát ezt megpróbáljuk továbbvinni, ezt a gondolatot. És ugye hát maga az, hogy én azt gondolom, hogy a DAC-nak csak erősebbnek kell lennie. Tehát kihasználva az, hogy a piacon lehet, hogy könnyebben, olcsóbban lehet hozzájutni játékoshoz. Hát ez is egy út, hogy erősödjünk. Ugye a szakmai képességeinket emelni kell, és az is segít ahhoz. Én mindig annak a híve vagyok, hogy ezek a fiatal játékosokkal dolgozunk éveken keresztül. Ezek tényleg, amik meghatározó emberek legyenek a csapatnak. Én Divkovicsot például ugye ebben a korban 70 első NB1-es meccsel a háta mögött, ugye 20 évesen azt egy jó példának tartom, hogy tényleg tapasztalatban, képességben beért az alatt a 3 év alatt, amióta dolgozunk vele, úgyhogy ez is egy jó példa lehet, és azt meglátjuk, hogy mi lesz a futballvilág, mi lesz a szabályozás, de hát a DAC itt lesz, a DAC az készen lesz arra, hogy folytassuk a bajnokságot, készen leszünk arra, hogy Európa Liga szereplést, hogyha megszerzik, akkor ott induljunk, és készen leszünk arra is, hogy ott harcoljunk azért, hogy a tavalyhoz képest jobb eredményt érjünk el. Most nézőkkel, nézők nélkül, de hát valamikor a dolgnak össze fog érni, tehát valamikor el fogjuk érni azt, hogy ez foci is, meg néző is, meg győzelem is, tehát mindazt, amit elvesztettünk most, ugye az elmúlt egy fél hónapban, azt azért visszakapjuk persze, hogy azt a érzést, hogy egy győztes DAC meccs, az nem hotolható semmivel, tehát azt kell, odáig kell harcolnunk, hogy amikor ez a pillanat eljöhet, akkor ott legyünk a DAC-ot, ilyen nézők jöjjenek, és győzzünk, és akkor minden oké, minden rendben van, és akkor folytatjuk tovább. Péter Világi úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát a beszélgetésünk végére mindenkinek kívánok sok egészséget, vigyázzatok magatokra, a DAC közegnek is, és tényleg minél hamarabb jön el az a idő, hogy új körülmények között is találkozunk a stadionban, és a végére, amit szoktunk mondani a műsorunkban, megszólal megint a hajrá DAC! Hajrá DAC! Hajrá DAC! Viszontlátásra, köszönöm beszélgetést! Viszontlátásra!